A Magyar Kanizsa eredetét jelképező halásztéri emlékoszlopnál egy rövid történelmi visszatekintést követően a Tisza Néptánc Egyesület leánykórusa népdalcsokorral mutatkozott be. Az emlékhelyen a község vezetői mellett Nyilas Mihály tartományi titkár, Magyar Kanizsa helyi közösségének elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokrata Párt községi szervezeteinek képviselői, illetve Magyar Kanizsa testvérvárosainak küldöttségei koszorúztak. A Dobóti Amér képtárban kiállítás nyílt a Magyar Kanizsáról elszármazott, Budapesten élő Barát Ferenc képzőművész alkotásaiból. A kiállítást Bicskei Zoltán filmrendező, grafikus művész méltatta. Ezek a plakátok, ezek a képek mindig valami belső harmóniát keresnek, túl azon, hogy szimbólumokkal és tömörített nyelven szólnak hozzánk, egy olyan egyensúlyt keres, ami azt hiszem, hogy az igazából egy alföldi természetű szellemiségét hordoz. A művész alkotásait legutóbb éppen a kiállításának helytadó képtár megnyitóján láthatta a magyar kanizsai közönség. Ezúttal legsikeresebb plakátjai mellett újabb alkotásokat, úgynevezett háromdimenziós grafikákat is elhozott szülővárosába, ahol hétfőn a községi képviselőtestület díszülésén átveszi a Magyar Kanizsa község díszpolgára címet. Ez most határozottan kötelez abban, hogy ezentúl rendszeresebben járja Kanizsára, mert hát látom, hogy kanizsaiaknak talán még inkább hiányzom, mint valamikori polgár. A vasárnapi programsorozat a Művészetek Háza nagyszínpadán a Szabadkai Filharmónia kamarazenekari koncertjével zárult.